A 2011-ben elindult TESZED elnevezésű országos önkéntes szemétszedési akcióknak Báránd kezdetektől aktív részese. Ez évben szeptember 14-én indultak útnak a településük tisztaságát szívükön viselő kis csapatok, hogy erejükhöz mérten begyűjtsék a község külső területeiről és utcáiról az elmúlt hónapokban összegyűlt hulladékot. A szemetüket eldobálók nem tudni hányan voltak, de a nyomukban takarító lelkes önkéntesek idén majdnem 100-an. Az önkéntes falutakarítók elmondták, a tiszta környezetért szívesen dolgoznak, bár igazából az volna kívánatos, ha a rendbe tett utcák, árkok sokáig meg is tartanák megtisztult állapotukat. Ám amíg a szemetelők száma nem csökken, akár sűríteni is lehetne ezeket az akciókat. Részt vettetek a TESZED mozgalomba, ha jól gondolom, mennyi szemetet sikerült összegyűjteni, és miért gondoltátok azt, hogy ebben részt vesz? Másfél zsákkal szedtünk össze, hát a környezetünk ez... szép tiszta lesz, ott járnak a gyerekik iskolába, ezért. Melyik részét takarították be? Bánáti részt. Fontos az, hogy a gyerekek is lássák, hogy tisztába kell tenni a környezetet? Persze. Hát, hogy ne dobálják széjjel, szokják meg, hogy rend legyen.
Mennyire rendezett báránd a hétköznapokban egy ilyen, amikor nincs egy ilyen tisztasági akció? Nem annyira, főleg itt a fő utca, mert nagyon sok el van dobálva. Megállnak az autók, és akkor dobálják kifele. Minden reggel lehet látni. Akkor gyakrabban kellene ilyen? Hát, egy évben legalább kétszer. Hadd legyen otthon is. Az önkormányzatúzban rára viszik. Ez amit te gyűjtöttél? Véget ért nagyjából a teszed akció. Szemetes zsákokba úgy látom van sikerült összegyűjteni. Mennyi szemetet gyűjtöttek? Mikor kezdték? 9:45-kor indultunk. Öten, ugye? Öten, és mennyit vitek el tőlünk? 4 nagy zsákkal, meg most ez a olyan 5 zsák körül szedtünk össze, annyi szemetet szedtünk össze. Mely területeken? Kölcsei utcán, Arany János utca, Szabadság, Petőfi utca, akkor a Vörös Marti le az állomásig. Úgyhogy ez volt a mi részünk itt, ez a rész. Miért gondolták, hogy csatlakoznak? Miért gondolta, hogy csatlakozik ez az akció? Mert itt élünk, és kötelességünknek tartottuk, hogy mi is beszálljunk a munkába, közmunkába. Sok az eldomált szemét? Hát elég sok, sajnos. Sok sörös üveg, doboz, kólás doboz, akkor túróról is papír, meg ilyenek. Kik szemetelhetnek elsősorban? Mit lehet látni a szemétből? Fiatalok, idősebbek? Hát inkább fiatalok. Fiatalok, mert a kólás, energiaitalos, meg csak is papírok ilyenek. Úgyhogy... Tehát van mit tanulni még a fiataloknak az idősebbek? Igen, igen, lenne mit tanulni. Osztályfőnöki órán, hogy ne dobálják szét a papírt, hanem gyűjtsék össze a kukába. Évek óta részt veszünk benne, amikor csak lehet, azért, mert szebbé tehetjük így a környezetünket, és örömmel tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb a szemét a faluban. Tehát egyre kevesebb szemetet tudunk összeszedni szerencsére. Ez mit jelent, mennyit sikerült most összeszedni? Hát körülbelül 3 zsák telt meg úgy, hogy telire, illetve hoztunk fél zsákokkal vissza. Tehát, hogy körülbelül olyan 4-5 zsák szemetet tudtunk összegyűjteni azon a területen, ahol mi voltunk. Mely területek ezek? Hát mi az új teletnél voltunk, ez a Sziget utca, a Kinizsi, a Szélmalom, és ott az a rész. Mennyire szemetes báránd a hétköznapokban? Egy ilyen akció azért nagyjából megtisztítja, mennyi idő alatt gyűlik vissza a szemét körülbelül? Szerintem ez az egyéves szemetünk. Tehát takarítják rendszeresen az emberek a portáikat, és szerintem a közmunkaprogramnak is köszönhető, hogy sokkal tisztábbak az utcák, mint régebben voltak. Gyakorlatilag rászoktak az emberek arra, hogy szelektív hulladékgyűjtés, meg hogy kukás autó jár, és egyre kevesebb a szemét így lekupacolva, lezsákolva a faluszélen. A szemétből mit lehet megállapítani? Kik szemetelnek inkább? Fiatalok, idősebbek, középkorosztály? Szerintem vegyes cigaretta csikk az van, tehát azt találunk, csipszerzacskót találunk, de nagyon sok ásványvizes flakontól kezdve mindent, úgyhogy vegyes korosztály. Ez úgy az egész lakosságra jellemző, de mondom nagyon töredékében. Fontos az, hogy a fiatalok lássák, hogy össze kell szedni a szemetet, egy ilyen akció jó erre, hogy a fiatalokat is tanítsák? Hát természetes, azért vagyunk mi is így családostól, a 3 gyerekkel együtt, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy lássák azt, hogy szebb a környezetünk, akkor egészségesebben élünk, ez természetes. Én a Csillagvirág műhellyel voltam kint a Szélmalom, Pacsirta utca, Kinizsi utca környékén, és hát összességében azt lehet mondani, hogy sokkal kevesebb szemetet szedtünk össze, mint tavaly. Nem azért, mert kevesebbet dolgoztunk, hanem mert kevesebb volt a szemét. Igazából azt gondolom, hogy egy olyan 4-5 zsák teli szemetes, tehát 4-5 teli szemetes zsákot hagytunk ott az utca végén, és még néhány ilyen darab zsákot hoztunk ide föl. De azt lehet mondani tényleg, hogy a 4 utcán ez a 4 zsák szemét, ez gyakorlatilag tényleg nagyon kevés, úgyhogy dicséretes, hogy nem szemetelnek arra felé az emberek. Miért gondoltad, hogy csatlakozol ehhez az akcióhoz? Hát nagyon fontosnak tartom ezeket a kezdeményezéseket, és minden évben szoktam jönni szemetet szedni, és mindig úgy alakítom a programomat, hogy itt tudjak lenni a bárándi szemétszedésen. Én hétköznap nem élek itthon, de hétvégén mindig hazajövök, és amikor egy ilyen közösségi megmozdulás van, akkor mindig szeretek rajta részt venni, és ez meg kifejezetten egy jó ügy, hogy szedjük össze a szemetet, és tisztítsuk meg a falunkat a szeméttől. Ja, gut. Okay.
Adok ilyen kávekötéket. Melyiket? Éppen egy illegális szemét lerakódnál vagyunk, most fedezték fel. Mondjuk el azt, hogy körülbelül mennyi személy gyűlt itt össze? Szomorú, hogy a falu központjába egy használatlan kívületi épület eresze alatt, hát több köbméternyi, 3-4 köbméternyi személyt gyűlt össze. Látjuk a papírokon, meg a csomagoláson, hogy honnan származik a személy, de ez már nem a mi illetékességi területünk, hogy ezt felülbíráljuk. Összeszedjük, és el lesz állítva. Körülbelül mennyi szemetet sikerült a mai nap összegyűjteni ezen kívül? Még vannak csapatok kint a faluba, hát párba indultak el az emberek, és hát mindenkinél azért egy jó zsák szemét összegyűlt. Nagyon sok cukros papírzacska, sörös doboz, főleg a 42-es fejút mellett ott nagyon sok, hát a kocsiból elhaigált hulladékot sikerült ártalmatlanítani. Mennyire lelkesek a bárándiak, hogyha a szemét szedésbe kell bekapcsolódni? Évek óta hagyománya van, már közel 10 éve minden évben valamilyen szervezet rendez egy falutakarítónapot. Mindig sikerül nagy létszámba. Most is több mint 50 ember mozdult meg, és hát még mai nap most is kint vannak még ebbe az órában, és még a falu különböző útjain járnak és szedik a szemetet. A falu takarításából Bárán polgármestere dr. Kovács Miklós is kivette a részét. Mondhatom azt, hogy településen már hagyománya van ennek az akciónak. 2011-ben, mikor ez országosan az önkéntesek által meghirdetésre került, már akkor csatlakozott hozzá önkormányzatunk, és folyamatosan az elmúlt évben is, és most is úgy gondoltuk, hogy mindenképpen részesek kell, hogy legyünk ennek az akciónak. Itt a vége felé azt mondhatom, hogy éppen a kollégák ugye pakolják ki a szemetet. Körülbelül 80-85 fő volt a településről, aki aktívan részt vett most ebben. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen sok szemetet sikerült összegyűjtenünk, bár úgy vélem, hogy azért településünk alapvetően egy tiszta és rendes településnek mondható, de azért a mindennapok után azt gondolom, hogy össze kell, hogy gyűjtsük azokat a szemeteket is, ami nem éppen kommunális hulladék, hanem visszamaradó szemét. Mely területek a szennyezettek? Itt a 42-es átmegy a településen, ez mennyiben jelent szemétterhelést? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen komoly problémát jelent nekünk az átutazó forgalom. Ez elsősorban a 42-es még a belterületi szakaszain, de már a külterületi szakaszain közel a településhez azt kell, hogy mondjam, hogy igen komoly problémákat jelent. Ezt ékesen példázta például az elmúlt évben, amikor nagy mennyiségű gyógyszerhulladékot, illetőleg gyógyszerszemetet, gyógyszerészethez kapcsolódó szemetet kellett megsemmisítenünk, veszélyes hulladékok tömkelegét kellett eltávolítanunk az út mellől, és azt gondolom, hogy emiatt sajnos fokozottan veszélyeztetve vagyunk. A hétköznapokban hogy zajlik a szemétszedés? Az önkormányzat mennyire tudja tisztán tartani a település, milyen emberi erőforrás áll ez rendelkezésre? Próbálunk azért a mindennapokban is odafigyelni arra, hogy a településünk azért tiszta és, ahogy említettem, rendes település maradjon. Ezért a közmunkásaink a lehetőségeinkhez mérten heti rendszerességgel vagy havi rendszerességgel megpróbáljuk a főbb útvonalakat tisztán és rendben tartani. Erre a startmunkaprogram ebben az évben lehetőséget is adott és biztosított is számunkra. Körülbelül hány fő tud ebben részt venni, és milyen rendszeresség? A lehetőségekhez mérten olyan 4-5, adott esetben 10 fő is, attól függően, hogy mondjuk itt a közparkjaink, a központi rész mennyire szeméttel telített. Ez általában havi rendszerességgel, ugye azért a szeméttárolóink kapacitása is véges, tehát nem tudjuk minden esetben minden egyes mennyiséget eltávolítani. Ezért is gondoltuk, hogy nagyon jó lehetőség ez arra, hogy az innen fönnmaradó szemetet is adott esetben összegyűjtsük, és akkor a teszed akció keretében eltávolítsuk a településre. Ha már szemét, akkor beszéljünk a szeméttelepre kultivációjáról, hiszen az egy nagy beruházás, fontos a település életében, hiszen egy olyan területet sikerül így rendezni, ezzel rendezni, ami évek óta probléma volt a településen, ha jól gondolom.
Igen, igen komoly problémát jelentett a település számára. Már mondhatjuk azt, hogy illegális hulladék lerakó, ami a település határában felelhető volt. Azt tudom mondani, hogy már ott is a végéhez közelednek a kivitelezési munkálatok, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljes mértékben felszámolásra került a szeméttelep. Jelen pillanatban még némi kézi szemétszedésre és teleprendezésre van, illetőleg van még hátra. Ezt az elkövetkezendő egy-két hétben a kivitelező meg is fogja tenni, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben pontot tudunk tenni az illegális hulladék lerakónkra. Minden ezek mellett azonban azt gondolom, hogy a település lakosainak is szükséges az együttműködése, hogy ezt a már-már felszámolt hulladéklerakót megőrizzük és tisztán tartsuk, ugyanis sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a település másik végén, ahol korábban egy szemétlerakónk volt, az most a TESZED akció keretében derült ki, hogy ismételten hulladékkal kezd megtelni. Tehát mindenkit arra szeretnék kérni a településen, hogy a lehetőségekhez mérten az inert, tehát a települési hulladékot, ha lehet, akkor ne a külterületekre, illetve ne a településnek a belterületi elhagyatott részeire ürítsék, amennyiben lehetőségünk van rá, megpróbálunk valamilyen módon segíteni ebben. Most például a Róna utcán lévő szemétlerakóra a jövő hét folyamán egy konténert fogunk kihelyezni, és az ilyen nagyobb műanyag és balon hulladékokat, amelyek nem lebomló hulladékok, azokat el fogjuk szállítatni. Sajnos ez a település számára többletköltségeket okoz, ezért tényleg arra szeretnék kérni minden lakost, hogy lehetőségekhez mérten ezt kerüljük el, és őrizzük meg a környezetünknek ezeket a területeket. Mi lesz a mostani személy sorsa? Ezt az önkormányzatnak kell elszállítani, vagy az akció keretében van rá finanszírozás? Ez az akció keretében gyakorlatilag, ahogy az elmúlt 2 évben is a vízügyi igazgatóságok, illetőleg a helyi szolgáltató együttműködésének következtében a következő héten várhatóan a szemétszállítás alkalmával elszállításra kerülnek, tehát ez az önkormányzatnak gyakorlatilag nem kerül semmibe. Mit szól ahhoz, polgármester úr, hogy azért megmozdult Bárán, de elég sok önkéntes vett ebben részt? Nagyon örülök neki, és azt gondolom, hogy tényleg egy olyan közös cél, egy olyan települési cél érdekében mozdultak meg itt most a civil szervezetek tagjai, a lakosok, ami tényleg a településünk élhetőbbé tétele érdekében egy rendkívül fontos dolog, és hát nem utolsó sorban nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyien érzik azt, hogy igenis tenni kell és tennünk kell a településünkért, hogy a későbbiekben ezt az utókor számára tisztán és rendben meg tudjuk őrizni. TESZED akció bárándi eseményeihez a Debreceni Egyetem különleges orvosi és mentőcsoportja is kapcsolódott, mondta el dr. Késmárki Kodak András, önkormányzati képviselő. A szervezőkkel úgy beszéltük, hogy ehhez az országos programhoz mindenképpen Báránd községhez a Debreceni Egyetem különleges orvosi és mentőcsoportja is kapcsolódik. Több oldalról szerettük volna megtámogatni ezt az akciót, részben, hogy aktív tagjaink is szemetet szednek, másik részében pedig délben egy ebédre meghívjuk mindazon önkénteseket, akik vállalták azt, hogy egész délelőtt szemetet szednek, illetve hát a folyadékpótlásról, mint orvos mondom ezt, gondoskodni kell, úgyhogy egy jó nagy mennyiségű teát is ugyanúgy biztosítottunk a résztvevők számára. Mi lesz az ebéd? Krumplis tészta, energiadús, tésztaféle, jó, parasztosan, sárétiesen elkészítve. A bárándi lakosok elég nagy számban részt vettek ebbe az akcióba. Az önkormányzat hogy tudja a mindennapokban tisztán tartani a települést, és fontos-e az önkormányzat számára?
mindenki számára fontos, nem csak az önkormányzat számára. Én úgy látom, hogy polgármester úr, hál' Istennek, nagyon jól tudja koordinálni mindazon lehetőségeket, ami egyrészt a közmunkaprogramban, másrészt pedig az önkormányzat adta lehetőségeiben adva vannak. És én azt látom, hogy nem csak azokat a feladatokat végzik az önkormányzat munkásai, illetve a közmunkások, ami ki van jelölve, hanem igenis nagyon nagy gondot fordítanak egész évben arra, hogy településünk tisztán maradjon, és a szemét elkerülje a települést. Ez most egy önkéntes akció keretében történt személygyűjtés. Mennyire fontos az önkéntesség, az, hogy, és ennek milyen tudatformáló szerepe lehet? Hát ezt oktatjuk is, hogy nem csak egyetemistáknak, hanem általános iskolában is. Tehát az önkéntes program eleve egy kicsit nehezebben működő rendszer most jelen pillanatban Magyarországon. Viszont ha abban gondolkodunk, hogy egységben az erő, és mindenki hozzáteszi azt a szakértelmet, vagy azt a két kezet, amivel egy picit előrébb juthatunk, lásd a településnek a tisztántartásával, akkor már is egy olyan környezetet tudunk magunk köré varázsolni, amiben könnyebben, tisztábban, egészségesebben élhetünk. Ha Sári többi településével kell összehasonlítani, ahol doktor úr megfordul gyakran, Bárán tiszta település, rendezett település? Én azt látom, hogy igen. Tehát egyre tisztább és egyre rendezettebb. Most jelen pillanatban sárosabb ugye a szennyvíz munkálatok miatt, illetve a szennyvíz csatornahálózat képítése miatt, de én látom azt, ahol elkészült például, mennyivel rendezettebbek a közutak, másrészt pedig mennyire odafigyelnek a munkások is, illetve a lakosok is arra, hogy tiszta is maradjon és rendezett is maradjon. A Balassa Iván művelődési ház igazgatója, Nyékiné Katona Hedvig nem csak szervezője és irányítója volt a napnak, hanem egyik lelkes ebédosztója is. Bárány község minden évben csatlakozik a TESZED központi szemétszedő akcióhoz, ebben az évben is így volt. A mi intézményünk is mindig teret ad ennek, illetve helyet, és szervezésben segíti a rendezvényt. Elég szép számmal jöttek a községből az emberek szemetet szedni, rengeteg szemetes zsákot osztottunk ki, ami vissza is érkezett. Az egész falut bejárták az önkénteseink. Hát nyilván vannak ilyen gócok, ahol illegális szemétlerakók vannak, ebből is egy jó párat sikerült felszámolni, úgyhogy egész konténerek is tele lettek szeméttel, de végül is azt mondhatjuk, hogy a Bárán utcáit meg tudták a mai napon tisztítani a 150 önkéntes, körülbelül 150 önkéntes. Az is vonzó volt, hogy itt a végén egy ebéddel várták a résztvevőket, ez más településen nem volt. Hát ez, amióta mi részt veszünk ebben a TESZED akcióban, mindig igyekszünk egy meleg étellel kedveskedni az embereknek. Én nem gondolnám, hogy az ételért jönnek fel az emberek, mert elhangzott itt reggel, nagyon örültem, hogy hallom, hogy ne csak a segélyére álljunk sorba, hanem tegyünk a környezetünkért is, úgyhogy szerintem az embereknek egyre inkább igénye is belülről fakad, hogy tiszta, rendes környezetbe éljenek. Természetesen egy szép gesztusnak fogják föl, hogy kapnak a végén egy meleg ételt, de aki egész délelőtt az időjárás viszontagságaival dacolva kint van a terepen, az természetesen örül egy meleg ételnek. Ugyanazok jönnek évről évre? Mi a tapasztalat? Vagy vannak új arcok is? Hát a törzs közönség ugyanaz, ehhez csapódnak nyilván új arcok, de minden évben valami kicsivel mindig többen jönnek. Azt hiszem, hogy mert az ételnél, mikor szerbe számba szedjük, hogy körülbelül mennyire ételre van szükség, akkor tavaly olyan 100 főre terveztünk. Mondjuk az elég lett, bőségesen kaptunk, most 150-re rendeltünk ételt, elég is lett, de 150 ember pedig részt is vett. My conscience defies all no reason. Dream of reality. I dream so constantly. Can't you see it's a grand illusion? Hour at a time. I can't scream. So
I stand my ground. 'Cause I gotta ask, when am I done waiting? I know just what it's like to wait for a voice inside to appear in sound formation.